és talán indult a verseny. Remekül indult Blazing Comet, Jirzsi Palikkal is elmegy vezetni, Bátori is ott van rögtön az indítást követően, Bátori belül, Blazing Comet kívül majd jön Marlon, fehér lesben X-Men papíron az ötödik szansz, és Svénhó pedig Stanislav Görgyevvel a mezőny végén. 900 méter van még hátra a versenyből, Bátori és Blazing Comet, Bátori, Marlon, X-Men, és Wayne Hope, nincs változás a lovak sorrendjében, megérkeznek a televérek a kanyarba. Bátori fejfej galoppozik Blazing Comettel, Blazing Comet remekül fut kívül, Bátori pedig tartja a falat, ők ketten az élen elmennek egy-két hosszal, Marlon pedig most már a külső íven próbál majd fölmenni a vezető lovak mellé. Marlon és Bátori, mint valami tandem, úgy mennek egymás mellett, továbbra is az élen fejfejt, Marlon pedig megkezdi a hosszú hajrát, most már előrébb jött Wayne Hope, ő a negyedik, és X-Men visszacsúszik az ötödik helyre. Blazing Comet átveszi a vezetést Bátoritól, de nagyon erősnek tűnik Marlon. Marlon jön kívül, szívosan védekezik Blazing Comet vagy Marlon 150-nel a vége előtt, Marlon most már elő van, Marlon ősszel megtanult nyerni, és azóta nyeri a versenyeit, Marlon az élen Gönczi Rebekával visszajön talán versenybe, Blazing Comet, Marlon vagy Blazing Comet, és Marlon fog győzni a sütvényi díjban, Marlon, Blazing Comet és Bátori, ez a befutási sorrend 2022-ben a sütvényi díjban.